Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák, mi a jelenlegi helyzet, mit tervez, hogyan tovább, gondol-e rád, szeret-e téged, hogy viszonyulj hozzá, ezt most mutatják a kártyák. Itt látható ez a kereszt. Ez jelenti a hitedet, vagy jelentett egy spirituális területet is. Ami viszont a szerelmi ügyeket illeti, ez lehet egy kármikus kapcsolat, hiszen a sors utatok kereszteződött. Ez a kártya jelent változásokat is, hiszen eléritek az élet utatokon ezt a kereszteződést, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt fontos döntésekről lesz szó, vagy nálad, vagy nála, vagy mindkettőtöknél, és ez a kereszt befolyásolja itt ezt az utat, ami jelenti az élet utatokat. Ó, itt is az út, a sors út látható. Ennél a spanyol Lenormand kártyánál van két kártya, ami az utat szimbolizálja. Az egyiken láthatóak a kövek, egy út teli kővel, ami jelenti a problémákat, a nehézségeket, és itt ezen a másik kártyán látható egy másik út, ahol kivirágzik minden. Hát ennek örülök, hogy ez az út esett itt ki, és látható, hogy a változások, a döntések után van jövő, hiszen ezen az úton kivirágzik valami. Sőt, itt látható a hajó, és a hajó szimbolizálja a reményt. Megvan arra a remény, hogy a sors utatok kereszteződjön, hogy legyen egy találkozás. Megvan a remény arra, hogy jó döntéseket hozzon, ahol a jövő, ez az új irány, ez az út jól alakuljon, és itt van a bizalom, hogy itt majd minden kivirágzik. Amit ez a hajó még jelent, utazások, ez lehet egy közös nyaralás, vagy külföldi kapcsolatok. Ez lehet internet kapcsolat is. De én mindig úgy szoktam mondani, ez nem csak a külföldi kapcsolatokat és utazásokat jelenti ez a kép, hanem egy belső utat is, egy spirituális területet, egy lelki utat, egy lelki kapcsolatot. Itt látható a hold, és a hold szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, a reményeket, és ahogy látható a képen, a hajó adja hozzá a reményt, hogy ez az álom megvalósuljon. Az is lehet, hogy ő álmodozik rólad. Itt a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, és az lehet egy nyeremény, hiszen jó kártyák veszik körül, de amit a halak még jelentenek, az a belső érték, hogy te értékes vagy számára,
vagy ő értékes számodra, vagy ez a szerelem, ez a kapcsolat értékes mindkettőtöknek. Itt látható a gyűrű, ez jelenthet egy eljegyzést, esküvőt, de jelenti szimbolikusan a kapcsolatot, azt is, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád. Amennyiben vannak más témák is nálad, mint például szeretnél valamit eladni vagy venni, vagy tervezed azt, hogy legyen egy munkahelyi változás, vagy szeretnél elköltözködni, akkor ez a kártya jelenti a szerződéseket, tehát ez sikerülni fog. Itt ez a fa. Jelenti a biztonság érzetét minden területen, ami a munkát illeti, a lakhelyet, a családi kapcsolatokat, vagy a párkapcsolatot. Hiszen szeretnéd elérni azt a helyet, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni. Amit a fa még jelent, az a gyógyító erő. Az lehet, hogy valaki beteg volt a környezetben, akkor itt lesz gyógyulás. Az is lehet, hogy voltak problémák a párkapcsolatban, de ez rendeződik. Az is előfordulhat, hogy volt egy bizonyos esemény nálad, ami téged betegített, idegesített, akkor itt is lesz gyógyulás. Amit ez a fa még jelenthet, egészségügyi témák. Lehet, hogy ez a te hivatásod, vagy ő dolgozik ezen a területen, mint egy orvos például. Amit ez a fa még jelent, a türelem, hiszen egy fa növekszik. Itt is lesz változás, növekednek a dolgok, de amíg ez gyümölcsözik, az eltart még egy ideig, mint ahogy a fánál is. Tehát kell a türelem. De a jó ez ebben a helyzetben, hogy ez a párkapcsolat stabil. Itt a csillagok szerencsét hoznak. És legyen meg a bizalmad, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Amennyiben érdekel egy más téma, mint például a munkád, a hivatásod, itt a gyógyító erő és a csillagkép jelenthet egy spirituális területet is. Itt növekszik az anyagi helyzet, lesz bevétel, és itt látható a szerződés, tehát indíthatsz ezen az úton. Itt a kígyó szintén a gyógyító erőt jelenti, ugyanúgy, mint a fa. Tehát valahogy ennél a jóslásnál ez most nagyon fontos, ez a téma. A kígyó jelenti a megújulásokat is, a változásokat. Lesznek változások, ami a párkapcsolatot illeti, vagy a munkádat illeti. Ez a kígyó lehet egy hölgy is. De mivel itt szép kártyák veszik körül, a szerencse, az érzelmek, az értékek, ezek lehetnek belső értékek is, ez a hölgy segít neked. Mivel a hold jelenti az anyukát is,
akkor előfordulhat, hogy ez a hölgy vagy az ő anyukája, vagy a te anyukád. Itt ezen a képen a kutya jelentheti a házi állatokat is, és ez a kígyó az lehet egy mellékút, hogy úgy mellékutakon keresztül lesz ez a kapcsolat bizonyos házi állattal, kutyával, vagy cicával, vagy megtalálod, vagy valaki felajánlja ezt neked. Amit a kutya még jelent, ezek a barátságok. És itt ez a hölgy és a barátság lehet egy barátnő is. Hogy most van itt kapcsolat a barátnőddel, de azt is meg kell említenem, hogy ez a barátnő jó szándékokkal közeledik hozzád. Lehet, hogy beszéltek anyagiakról, vagy egy spirituális területről. Az is lehet, hogy a barátnő segít téged anyagilag. Amit a kutya még jelenthet, az a hűség. Ha a múltban voltak olyan gondolatok, hogy az ő életében itt van ez a kígyó, a partner nője, vagy az ex-partner nője, akkor nem kell félned attól, hogy itt kapcsolat lesz, hiszen a kutya jelenti az ő hűségét. És miért hűséges hozzá? Mert itt láthatóak az értékek. Te értékes vagy számára, és melletted marad. Amit a kártyák mutatnak, itt lesznek változások, fontos döntések. Megvan egy szép út, egy szép jövő. Itt van hozzá a remény. Ez a kép jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. A hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Az is lehet, hogy ő álmodik, álmodozik rólad. A hold jelentheti az anyukád, vagy a te anyukádat, vagy az övéd. Itt vannak még anyagi dolgok, lehet anyagi segítség is. Köztetek megvan a kapcsolat, sőt, ez a kép utalhat házasságra is. Itt lassan növekednek a dolgok, de legyen meg a bizalmat, hiszen ez a kapcsolat gyümölcsözni fog. Itt van hozzá a szerencse, és ez a kép jelenti azt is a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Lehet, hogy lesznek mellékutak, de ez is a cél eléréséhez vezet. Itt megvan a gyógyító erő, és ez a kép a kutyával együtt lehet egy barátnő is, aki jó szándékokkal közeledik hozzád, és segít neked. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!